A szabályos munkavégzés adózási szempontból is fontos. Munkába álláskor, illetve bármilyen adatváltozásakor bejelentést kell tenni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Erre szolgál a 22T1041-es számú nyomtatvány, amely a NAV honlapján elérhető. Ezt a dokumentumot az adóhivatal mellett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Munkaügyi Szerv is megkapja. Olyan adatok szerepelnek benne, mint például a biztosítási jogviszony létesítése, megszűnése vagy szüneteltetése, de a foglalkoztatott munkaköre és heti munkaideje is megtalálható. Amikor a bejelentés megtörténik, akkor természetesen a dolgozónak a személyes adatai is szerepelnek, a munkáltató foglalkoztató adatai is, a munka kezdésének, a munkaviszony, például a munkaviszony létrejöttének az időpontja is feltétlenül kell, a feorkódot is be kell jelenteni, illetve a munkakört, illetve ezeknek az adatoknak a változását is folyamatosan be kell jelenteni, ezekre meghatározott határidők vonatkoznak. Így a foglalkoztatás megkezdése előtt már be kell jelenteni az új jogviszony létesítését, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján. Amennyiben megszűnik vagy szünetel a jogviszony, úgy a befejezést követő 8 napon belül kell ezt bejelenteni. Ha pedig a feorkód, azaz a munkakör vagy a munkaidő változik, azt a változást követő 15 napon belül kell jelezni. Amennyiben a munkavállalónak van ügyfélkapus regisztrációja, akkor a NEAK-nak a felületén folyamatosan tudja ellenőrizni a munkáltatóját, hogy szabályosan bejelentette, ugyanabban a munkakörbe jelentette be, ugyanúgy munkaidőbe, ahogy a valóságban is dolgozik. Hogyha ezek az adatok nem egyeznek a dolgozó saját nyilvántartásával, akkor a munkáltatónál kell egyeztetést kezdeményezni. A nyomtatványt a foglalkoztatón kívül meghatalmazott képviselő is benyújthatja. Az adatlap elektronikusan ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül adható be a NAV területileg illetékes szervéhez. Papír alapon csak az előtársaság, illetve az adószámmal nem rendelkező biztosított mezőgazdasági őstermelő nyújthatja be a dokumentumot. Az egyéni vállalkozók pedig mindkétféle módon beküldhetik az adatlapot.